Hát nagy változásokon megyünk keresztül, nagy kihívást hozott nekünk ez a digitális oktatásra való átállás. Független attól, hogy a tantestület és a kollégáim rengeteg információval rendelkeznek már a digitális oktatás terén, azt gondolom, hogy itt összegezni kell egy nagy tudáshalmazt, és gyakorlatilag egy mederbe terelni, hogy jól tudják ezeket alkalmazni. Nagyon sokan ismernek platformokat, a Skype-tól, a Zoom-on át, mindenfélét. Az a kihívás, hogy ezeket most úgy tudják megszervezni, hogy egyrészt a pedagógusok egymás között tudjanak kommunikálni és információt cserélni, ez egy nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy ez működjön. A másik az, hogy a gyerekekkel való kapcsolattartást megteremteni. Nagyon fontos az, hogy most nem a nagymamák látogatásának az ideje van, és a bulizás ideje, hanem az, hogy a családok és a gyerekek otthon maradjanak, és otthon próbálják a tananyagot elvégezni. Tagintézményvezetőként meg kellett valósítani azt, hogy a kollégák egymás közötti kommunikációja helyreálljon. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy az iskola további életére is felkészüljünk. A nemzeti alaptanterv kapcsán vannak feladataink a pedagógia program módosításában, helyi tantervek kidolgozásában, és ugye elmaradt egy nagyon fontos nap számunkra, a bemutatkozó nap a nagycsoportos óvodások számára. Ezt most szintén interneten publikáltunk regisztrációs lappal, ez megkönnyíti nekünk majd a beiratkozást. A nemzeti alaptanterv jövő szeptembertől való bevezetése már önmagában biztosít elég teret a digitális oktatásra, vagy projektalapú oktatásra. Én azt gondolom, hogy ezek még hangsúlyosabban meg fognak jelenni a mi helyi tantervünkben is, és a kollégák ezeket a részeket sokkal jobban fogják alkalmazni, mert felkészültebbek lesznek rá. Mindenképpen azt gondolom, hogy a helyi tanterveikben sokkal hangsúlyosabb szerepet fog kapni a digitális oktatás. Ezt valószínűleg a pedagógus kollégáink nem tudták volna ilyen mértékben kidolgozni, hogyha nem így adódik a helyzet, mint most. Függetlenül attól azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindenki higgadt fejjel, és józanul gondolkodjon ebben a helyzetben, támogatva mindenkit, ugyanúgy, ahogy az önkormányzat teszi ezt. Bízom benne, hogy a gyermekeink higgadtan otthon maradnak és tanulnak, és jól kihasználják a számukra a lehetőséget.